Felgyorsulhat a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs felülvizsgálata. Az elmaradt vizsgálatok száma országosan majdnem 68 ezer. Több szakember kellett ahhoz, hogy lezárulhasson az egykori rokkant nyugdíjasok 2012-ben elkezdett minősítése. A hatóságok a komplex szakértői minősítések után első fokon több mint 101 ezer döntést hoztak meg 2012. júliusától 2015. március végéig. A legfrissebb adatok szerint az elmaradt felülvizsgálatok száma mostanáig körülbelül 68 ezer. Ez gyorsulhat meg a jövőben. Az országban minden megyei és járásközpontban folytatják a felülvizsgálatokat. A szakértői bizottságok a hatályos időkeretet betartva a legtöbb helyen, és így Nyíregyházán is megújult környezetben korszerűbb informatikai háttérrel ellátva végzik munkájukat. A rokkant nyugdíjak felülvizsgálata szakértői csoportok véleményezése alapján történik. A komplex vizsgálat során elsősorban az orvosszakértői vizsgálat dönti el, milyen fokú az egyén egészségromlása. Az orvosszakértő mellett szociális és foglalkoztatási rehabilitációs szakember is felméri, rehabilitálható vagy foglalkoztatható-e a kérelmező. Azoknak, akikről már megállapították, hogy egészség romlásuk visszafordíthatatlan, nem kell ismét bizottság elé állniuk. Simkóné dr. Tornai Anita főosztályvezető asszony a vendégem, jó estét kívánok! Tehát olyan 68 ezer fő van országos szinten, akik rokkant nyugdíjasok, akik az első körből kimaradtak, tehát 2012 után nem jelentek meg ilyen felülvizsgálaton. Ez a folyamat itt a megyében olyan 20 ezer főre tehető, tehát hogy olyan 20 ezer főt megvizsgáltak 2012 óta. Hány ember maradt ki az első körből? 6 ezer fő felülvizsgálatát kell december 31-ig lefolytatnunk. A 20-21 ezer főt azt 2012 március 31-ig nyilatkozott ügyfelek számát jelenti. Tehát folyamatosan történnek ezek a felülvizsgálatok, mert hogy ne gondolják azt, hogy elkezdődött 2012-ben, aztán megszakadt. Azért is mondtam, hogy a folyamatban 20 ezer fő szerepelt eddig, és most van még hátra olyan 6-7 ezer fő. Miből áll ez a felülvizsgálat? Ugye itt a bejátszásban elhangzott, hogy ez egy nagyon komoly és több szakmai csoportnak a véleményezése tulajdonképpen. Igen, ez egy komplex felülvizsgálat. Komplex bizottság végzi. Első körben az orvos szakértő vizsgálja meg az egészségi állapot mértékét. Az orvos szakértő után a foglalkoztatási szakértő és a szociális szakértő vizsgálja, illetve folytatja az interjúját a felülvizsgált személlye. Ez a komplex felülvizsgálat során tehát nem csak az egészségi állapot, hanem a rehabilitáció felülvizsgálatára is sor kerül. Ennek megfelelően megállapításra kerül, hogy rehabilitálható az ügyfél vagy nem. Ha nem rehabilitálható, akkor rokkantsági ellátás kerül részére megállapításra, és ha rehabilitálható, akkor rehabilitációs ellátást állapítunk meg. Korlátozott volt az orvosszakértőknek a száma, akiket bevontak a vizsgálatokba. Ez most megváltozott, és ezért is gyorsulhat meg az eljárás. Igen, változott az orvosszakértő képesítési előírása, és ezért több orvos vonható be a felülvizsgálatba. Hogyha elkezdődik ez a felülvizsgálat, akkor a rehabilitációs ellátás gondolom nem szűnik meg, tehát az ellátási forma, a szociális segélyezés az ugyanúgy történik ez alatt az eljárási folyamat alatt is. Ugye a megváltozott munkaképességű emberek, hogyha úgy ítéli meg ez a bizottság, akkor visszaminősülnek, vagy átsorolhatóvá válnak rehabilitációs ellátásra. Mivel jár ez, milyen szolgáltatásokat kapnak? Ezek az ellátások már az egészségbiztosítási alapból vannak fedezve, mint korábban a nyugdíjbiztosítási alap fedezte a rokkantsági nyugdíjat. Most 2012 óta ezek az új típusú ellátások már az E-alapból kerülnek fedezésre. És a rehabilitációs ellátás az nem csak egy pénzbeli ellátást jelent, hanem ez egy rehabilitációs szolgáltatást is takar. Megkapja a rehabilitációs ellátását akkor, hogyha az egészségi állapota 60% vagy attól nagyobb mértékű, és a foglalkoztatási szociális szakértő rehabilitálhatónak minősíti, és a pénzbeli ellátás mellett egy rehabilitációs együttműködés alakul ki a foglalkoztatási szakértő, illetve a foglalkoztatási rehabilitációs ügyintéző és az ügyfél között. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan együttműködik, kapcsolatot tart, rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtunk, munkaerőpiaci szolgáltatást, közvetítést, átképzést.
Ezt meg kell említenem, hogy nem a mi főosztályunk végzi ezt a rehabilitációs szolgáltatást, hanem a foglalkoztatási főosztály keretein belül dolgozó rehabilitációs ügyintézők. Tehát ez a munkaügyi területhez tartozik. Igen. Amikor 2012-ben életbe lépett az új jogszabály, akkor nagyon sok rokkant nyugdíjas, vagy rokkant nyugdíjasnak minősített ember úgy gondolta, hogy őket át fogják sorolni, és hogy ez negatívul vagy rosszul érinti őket. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében milyen volt az arány? Tehát mennyien minősülhettek rehabilitálhatónak tulajdonképpen? A megyékben ilyen 25%-os az arány, tehát akiket felülvizsgáltunk és ellátásra jogosultak maradtak, azoknak ilyen 25%-a az, aki rehabilitálható. Ugye van egy egészségi állapot, ami a függvénye annak, hogy valaki visszakerülhet-e a foglalkoztatásba, vagy rehabilitálható-e, és hogy milyen szinten rehabilitálható. De ahogyan mi beszéltünk erről most az imént, azért komplex ez a felülvizsgálat, mert hogy nem csak az orvos szakértőre támaszkodik, hanem a szociális és a foglalkoztatási szakértőre is. Ez a két tényező meghatározza azt, hogy valaki, aki megváltozott munkaképességű, hogyan vezethető vissza a munkavilágába. Igen. A foglalkoztatási szakértő vizsgálja a foglalkoztatási előzményeket, hol dolgozott, hány éven keresztül, milyen hosszú időtartamban foglalkoztatták, milyen végzettsége van, milyen az adott településnek a munkaerőpiaci helyzete, milyen a foglalkoztatottsága, milyen foglalkozási lehetőségek vannak, a megmaradt egészségi állapot mellett mennyire képezhető, illetőleg milyen munkakörben foglalkoztatható tovább az ellátott. Tehát ez egy teljes körű vizsgálatot jelent, és a szociális szakértő pedig megvizsgálja a szociális körülményeket, hogy azok nem zárják ki a rehabilitációs folyamatot. Tehát tulajdonképpen nagyon felelősségteljes döntés a bizottságnak, a komplex bizottságnak a döntése, hiszen egy ellátási formára való jogosultságról van szó. Egy picit beszéljünk arról, hogy ugye gyorsítani fogják ezt az ügymenetet, és egy vadonatúj épületbe költöztek be, ahol jobb informatikai háttérrel és hálózattal rendelkeznek, tehát több szempontból fogják tudni garantálni azt, hogy gyorsabb lesz a munka. Igen, a Bessenyei tér 2 szám alatt van az új székházunk. Ez mind az ügyfelek szempontjából, mind az ügyintézés szempontjából egy kedvező épület, ügyfélhívó rendszer támogatja mind az ügyfélfogadást, mind a szakértői vizsgálatokat, és meg kell említeni, hogy van egy képességvizsgáló berendezésünk, ami a megmaradt funkció képességet vizsgálja. És vidéken is sikerült ilyen bizottságokat létrehozni? Igen, pont a mai naptól kezdtük meg a vidéki felülvizsgálatokat. Kisvárdán és Mátészalkán kialakításra kerültek szakértői bizottságok, és meg kell említenem, hogy a régi működési helyünkön a Tüzér utca 2-4 szám alatt is még folytatódnak a vizsgálatok december 31-ig. Azt fontos elmondani, hogy úgynevezett irat alapú felülvizsgálatra is lehetőség van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél nem tud megjelenni a személyes vizsgálaton, akkor lehetőség van arra, hogy ha beküld minden orvosi dokumentációt, minden zárójelentését, a házi orvosi beutalóját, valamint egy 10 oldalas nyilatkozatnyomtatványt teljes körűen kitölt, akkor lehetőség van arra, hogy mellőzzük a személyes vizsgálatot, és az iratok alapján kerül sor a szakvélemény kialakítására. Köszönjük szépen, főosztályvezető asszony!